Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma egy olyan vendéget invitáltam meg ide a Fehérvár Televízió stúdiójában, aki gyermekszínészként kezdte, aztán a jelenben egy olyan veretes zenei pályafutást tudhat maga mögött, illetve előtt, hiszen játszik Balázs Fecó, Tóth Vera, Karácsony James, Tóth Gabi, a Királytesókkal, Charlie-val, Vastag Csaba, Kökény Attila, Radics Gigi, nem sorolom. Emellett pedig ügyvéd. Ugye szombat, vasárnap a zenéjé adott esetben, de emellett ügyvéd és egyetemi oktató, aki nem régebben, mint egy évtizede, illetve helyesebben 2009 óta publikál, tehát Bérces Viktor van itt. Örülök, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm szépen a meghívást. A beszélgetésünk alapja, ezt pedig hadd mutassam meg a kamerának. Talán olvasható, illetve elmondom, gondolatok a kriminológia tudományából, és a szerzőtársa, Bérces Viktor szerzőtársa, szintén egy veretes név, Domokos Andrea, akit már azt hiszem, hogy a szakma bizonyosan ismer, hiszen számtalan remek szakmai könyv szerzője. Beszéljünk egy kicsit először róla. Hogy nyert meg téged szerzőtársnak, vagy hogy nyertétek meg egymást szerzőtársnak? Hát az Andrea egy igazán nagyon nagy név a büntetőjog tudományoknak a területén, és hát a Károli Egyetemen a tanszékvezető. Én meg ugye a Pázmányon oktatok, és hát ketten egy olyan fába vágtuk a fejszénket, amelyben hát eléggé ritkán szoktak, mert azért ez egy elég nehéz feladat, nevezetesen, hogy írunk egy tankönyvet, és hát ebből lett ez a kriminológia tankönyv. És hát azért is vagyok erre úgymond büszke, és azért örülök annak, hogy ez így országos kiadásban meg fog jelenni, mert ezek a munkák azért komoly lektori ellenőrzésen esnek át. Tehát ahhoz, hogy egy könyv kötelező irodalommá váljon a jogi felsőoktatásban, ahhoz azért elég sok szempontnak meg kell felelnie, és hát úgy néz ki, hogy ez most átment sok olyan szűrőn, ami problémás lehetett volna. Mielőtt erről a kriminológia könyvről beszélünk, essék szó a pályafutásodról, hiszen azt tudjuk, hogy édesapád Bérces László, aki egy neves ügyvéd, egy rendkívül felkészült, tapasztalt, nagyszerű ügyvédről beszélünk. Előtted viszont két pálya volt. Röviden ejtsünk erről szót, mert hiszen ahogy beszéltünk a zenéről, tehát az nyilvánvaló volt, gyermekszínészként is tehetséges voltál, és most is látjuk, hiszen zongoristaként remek csapatokban dolgozol. Tehát ez volt az egyik út, az útnak az egyik fele, a másik pedig nyilvánvaló, hogy az ügyvédi pálya, illetve a jogi pálya, hiszen az ügyvéd az majd később dőlt el. Hogy választottál? Hát mivel hogy én humán beállítottságú ember voltam világéletemben, és hát ugye a családi tradíciók is úgymond a jogászi pályára predesztináltak, ezért hát egyértelmű volt, hogy jogi pálya lesz ebből. És azon belül meg az ügyvédkedés volt, ami engem úgy igazából vonzott, és ugye a büntetőjog. De mostanság már inkább az elméleti részeivel foglalkozok ennek a hivatásnak, tehát most már inkább oktatónak vallom magam, de hát emellett természetesen azért csinálok gyakorlati dolgokat is, tehát ugye védői munkát látok-e, beadványszerkesztések, stb. De most már ez a fő profil az oktatás, tehát ebben megtaláltam úgymond az örömömet, meg szerintem ebben ugye a kreativitásomat is elég jól ki tudom élni. Egy köznapi ember számára a kriminológia elsősorban a filmeken keresztül jön át, tehát azért valljuk meg, tehát ahol vannak ügyvédek, vannak nyomozók és így tovább, tehát a krimik. Ugyanakkor ez egy bűnügyi tudomány, ami nagyon-nagyon fontos. Egy kicsit nézzünk körül, hogy mi a kriminológia vizsgálódási területe. Igen, hát a kriminológia ugye nem a tételes joggal, nem a törvényi szabályokkal foglalkozik, hanem ez egy sokkal elméletibb, sokkal átfogóbb jellegű tudományág. Tehát lényegében a bűnözés okaira keresi a választ, hogy miért követnek el bűncselekményeket az emberek. Ezzel már egyébként a középkor óta foglalkoznak, és ugye nagyon sokféle irányzat van a válaszok tekintetében. Ez a tankönyv egyébként ezeket az irányzatokat zanzásítja, mutatja be,
és hát majd ebből fognak tételt húzni évvégén a vizsgázók. Tehát akkor itt, ahogy nézem, hogy bűnelkövető, a bűnözés, az áldozat, a reagálás a bűnözésre, illetve a bűnmegelőzés. Kezdjük talán az utóbbival. Milyen tételeket sorol fel ez a kötet a bűnmegelőzés témakörében? Hát ugye elsősorban két szemlélet van ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy továbbra is arra a kérdésekkel megtenne válasz, hogy miért követnek el bűncselekményt az emberek. Hogyha ez megvan, akkor meg tudjuk előzni, hogy elkövessék. Tehát ugye itt nagyon sokféle irányzat van, csak mondok két nagyon sarkalatos. Ugye vannak olyan csoportok, akik azt mondják, hogy azért követnek el bűncselekményt, mert olyan környezeti behatások érik őket, amelyek ugye erre vezetik őket, tehát a neveltetés, iskolázottság, mint alapprobléma. Mások azt mondják, hogy nem ez a meghatározó, hanem van egyfajta más jellegű determinizmus, tehát különböző országokban különböző hagyományok vannak, genetikai okokat is szoktak sorolni, tehát mit tudom én, másképp alakul ez a távol-keleti országokban, másképp Dél-Amerikában, stb. És ezeket írjuk mi le. Hogy mi az igazi válasz, azt én magam sem tudom. Én nagyon sokat olvastam erről. Egyébként konkrétan kitérek például a könyvben a halálbüntetésnek a kérdéséről is, hogy ezt én speciál ellenzem. Szóval ez egy nagyon érdekes és olvasmányos könyv. Tényleg este 7-ig is tudnánk erről beszélni, vagy holnap reggel 8-ig. Essék szó az áldozatokról. Van olyan, hogy aki számára eleve elrendelés, hogy ő áldozat? Van. Igen, ez egy létező típus, egyszerűen tudomásul kell venni, és ez most nem, ez nem egy ilyen tudományos kifejezés lesz, hogy vannak lúzer alkatú emberek, akik nagyon könnyen válnak bűncselekmények áldozatává. Ha egy rossz helyen lakik, egy rossz környéken, nem teszi meg az óvintézkedéseket, amiket meg kell tenni. Most ez nyilván nem Magyarországra értem, mert azért nálunk ilyen jellegű közbiztonsági problémák nincsenek, de máshol vannak, hát akkor ez könnyen áldozattá válik. Szóval létezik ez a típus. És igen. A bűnöző? Ez társadalmi csoporttól függ, tehát társadalmi kérdéskört kell vizsgálni? Egyrészt társadalmi csoporttól is függ, és iskolázottságtól is függ. Tehát ezek mind szorosan összefüggnek egymással. Tehát nem lehet ilyen egyértelmű dogmákkal operálni. Azért is lett ez a könyv egyébként egy közel 200 oldalas tankönyv, mert annyi teóriát mutatunk be párhuzamosan, hogy aztán majd az olvasó eldönti és kiszűri azokat, amelyek hozzá úgymond közel állnak. Ugye úgy fogalmaztok ti, hogy a hazai kriminalitás jellemzőinek vizsgálata részben, hogy a statisztikai módszereket használtátok, és az elvi kérdéseket. Én érdeklődéssel olvastam, hogy ugye azt mondod, hogy a bűnözés olyan társadalmi tömegjelenség, aminek vizsgálata számos társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális tényező függvénye. Igen. Itt vegyük ezeket sorba úgy, hogy mindenki értse. Tehát a társadalmi oka mi lehet a bűnözésnek? Szegénységet említettem. Persze, hogy ne. Hát azon túl a kulturális hagyomány, szóval ezek összefüggenek egymással. Az oktatás például, az is egy társadalmi kérdés. Ugye mindig egy folyamatos napirenden van például az alapképzésben, hogy milyen oktatási metódusokat használjanak, hogy mit tanítsanak a gyerekeknek, milyen tantárgyakat. Például én vallom azt, hogy az alapfokú oktatásnak, meg a középfokú oktatásnak ebből a szempontból döntő jelentősége van. Tehát továbbra is tanítani kell a magyar irodalmat, ugyanúgy kell tanítani a történelmet, azokat az alaptárgyakat, amik az alapműveltséghez hozzátartoznak, mert ez is közvetve kihat arra, hogy később én hogyan fogok a többi emberrel együtt élni egy társadalomban. Tehát ilyen tényezőkre gondolok én itt elsősorban. Tehát a 21. században a felgyorsult világban is szükség van az alapvetések abszolút megtanulására. Abszolút, teljes mértékben, bármennyire is próbálják sokan elvinni egy ilyen szabad elvű irányba, hogy ugye én például nem értek egyet azzal a fajta koncepcióval, hogy a gyerek határozza meg, hogy mit akar tanulni, és ugye az iskola pedig ebbe a szolgáltató, úgymond, és a gyerek igényeit kell kielégíteni, nem, ez fordítva van. Az iskola döntse el, hogy mit tanítunk a gyereknek, ez ugyanígy igaz az egyetemre is, a gimnáziumra is, meg az általánosra is, és a gyereknek pedig alkalmazkodni kell. Tehát igen, vannak ilyen standard akadályok, amiket meg kell ugrani. Tehát az egyszer egy, illetve ha úgy tetszik, az fontos, mint ahogy a római jog is, mert hiába nehéz, és muszáj, sokan muszáj, buknak, de alapvetés, mert nélküle nincs. Nincs.
Nézzük meg, hogy hogy áll Magyarország a bűncselekmények számát tekintve, illetve az elkövetők számát tekintve, hiszen ti is megállapítjátok, hogy az elkövetők és a bűncselekmények száma sohasem fedi egymást. Nem, abszolút nem. Ami a magyar bűnözési rátát illeti, nálunk ugye, ami kimagaslóan sok, az a vagyon elleni bűncselekmények. Más országokban, tehát tőlünk azért keletebbre több az élet és testépség elleni bűncselekmény, de egyébként ezt, ami tökéletesen kifejezi, az az adott társadalomnak a jövedelmi helyzete. Tehát igazából az a legnagyobb fokmérője annak, hogy milyen típusú bűncselekményeket követnek el. Ahhoz igazodik az elkövetői magatartás. Tehát nálunk, amiből viszonylag sok van, és emiatt nagyon sok a rövid tartamú börtönbüntetés, meg szabadságvesztés, azok a lopások, csalás, sikkasztás, hűtlenkezés, nagyjából ezek. És tulajdonképpen itt tudnék kapcsolni a büntetéseknek a kérdéséhez is, mert hogy hogyan büntessünk. Ugye ez is egy alapvető kérdés a tankönyvek. Most mi a jó, hogyha szabadságvesztést alkalmazunk, vagy az a jobb, hogyha inkább adunk egy próbaidőt, felfüggesztjük, vagy esetleg az ügyész felfüggeszt az eljárás, és akkor egy ilyen közcélú munkavégzésre kötelezi a területet. Szóval ezek ilyen nagyon bonyolult kérdések, de ami biztos, hogy ezeket mindig egyéniesíteni kell. Tehát mindig az elkövetőnek a személyi, konkrét személyi körülményeihez kell igazítani azt, hogy vele szemben milyen szankciót alkalmazunk. Tehát meg kell vizsgálni a mélységét, mindent, a tett mélységét, és mindent, ami a cselekményt, az életkorát, az iskolázottságát, hogy hány gyerek eltartására köteles, a jövedelmi helyzetét, az előéletét, mindent. Tehát egyéniesített büntetőjog. Ez a cél, ez a motto. Mennyit változtak a bűncselekmény kategóriák ebben a világban? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a 21. század új kihívásokat rejt a büntetőjogászok számára is. Sokat változtak. Ugye nagyon megjelentek ezek a gazdasági bűncselekmények, tehát a költségvetési csalás például, akkor a szerzőjogokkal kapcsolatos visszaélések, jövedéki termékekkel kapcsolatos visszaélések. Na most itt ezeket például sokkal nehezebb bizonyítani. Tehát ma már az is egy komoly probléma az igazságszolgáltatásban, hogy hogyan bizonyítunk be egy bűncselekményt. Emiatt sokkal hosszabbak lettek az eljárások, sokkal több tanút kell kihallgatni, sokkal több szakértői véleményt kell beszerezni. Vastagabbak lettek az akták, tehát ma már nem a középkorban vagyunk, amikor alig-alig voltak bűncselekmény típusok, már rengeteg van, nagyon szerteágazó lett ez a terület, és nagyon nagy szakmai kihívást jelent ezeknek a feltárása. Általában fontos-e, hogy ki milyen személyiség, tehát ki követi el ezeket a bűncselekményeket? Ezzel hogy lehet a mélységében ezt kutatni, illetve ezzel foglalkozni? Hát ugye volt ennek a bizonyos Freud nevű úrnak, amiről szintén írok ebben a könyvben, egy pszichoanalízis elmélete, és ő erre megadja a pontos választ, hogy mik azok a körülmények, amiktől függ az, hogy valaki bűnözői hajlamú lesz, vagy nem. Az ő munkáiban van egy kis genetikai determinizmus is, tehát hogy ez attól is függ, hogy én minek születek, meg attól is függ, hogy milyen környezeti behatások élnek. Ő ezt egyértelműen pszichikai tényezőkre vezeti vissza. Ugye vannak olyanok, akik meg azt mondják, hogy ennek semmi köze nincs a pszichológiához, ez egész egyszerűen társadalmi hatásoknak a következménye, hogy valaki elkövete bűncselekményt. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és erre megint azt tudom mondani, hogy az igazság az valahol a kettő között van. De mindenkinek igaza van egy picit, és azért jó ez a könyv, szerintem, mert ráláttatja a hallgatókat arra, hogy mennyi minden választ adtak komoly tudósok, komoly szakemberek ezekre a kérdésekre. Egyébként itt közbevetve a hallgatóknak nagy kihívás egy ilyen új elméleteket, illetve összegző elméleteket tartalmazó könyvet forgatni? Nem hiszem. Ez inkább olvasmányos és érdekes. És kapnak egy globális képet erről a tudományágról. Nem kell nekik utána olvasni, mert ugye ezek a nézetek, amik ebbe a könyvbe le vannak írva, ezek különböző tankönyvekben vannak. Itt meg egybeben van az egész. Tehát előveszi, aláhúzza, nagyjából tisztába kerül ezzel.
tudományterülettel, és aztán levonja magának ebből a következtetéseit. Egyébként amilyen nagyon hálás ez a tantárgy, ez a kriminológia, meg ugye a bűnögyi tudományok. Mert ez valahogy, én azt vettem észre, most már azért egy ideje oktatok, hogy ez mindenkit érdekel. Tehát független attól, hogy ő most honnan jött, mivel foglalkozik, mit csinál, mert ezeknek van súlya. Én úgy érzem, ezeknek a kérdéseknek. Mint ahogy annak is van súlya, hogy vizsgáljuk a devianciát. Ugye az emberek általában azt gondolják, tegyük hozzá én magam is, hogy ez egy társadalmi normába ütköző magatartásforma. Aztán lehet, hogy nem. Nem feltétlenül. Nem, hát ugye, ha úgy tetszik, akkor deviancia a dohányzás, deviancia az alkoholfogyasztás, deviancia a csúnya beszéd, na de hát ez még ugye büntető jogig nem értékelendő. Tehát ez egy nagyon tág fogalom, és a kriminológia egyébként nem csak arra a fajta devianciára keresi a választ, ami bűncselekmény, és amit büntetni kell, hanem azokat a kérdéseket is feszegeti, hogy például miért van sok alkoholista egy társadalomban, miért van sok cigarettás egy társadalomban, és tudom én, miért van sok olyan ember, aki mondjuk igénytelen műsorokat néz, vagy miért olyan alacsony a kulturális igénye az embereknek. Ez mind deviancia. Tehát vizsgáljátok a mintákat? A mintákat, abszolút. Ez a lényeg a kriminológiának. Tehát emiatt mutat túl egy általános jogi tantárgyon, hogy ebben van egy kis szociológia, van egy kis pszichológia, természetesen van benne jog is, és nagyon sok, tehát ez egy komplex tudományterület, ez a lényeg. Mennyire fontosak a társadalmi struktúrák? Hát én azt gondolom, hogy eléggé fontosak, és hát most nyilván itt nem akarok politizálni, de ugye a társadalmi rendszer és a politika az nagyon, az kölcsönösen összefügg egymással, és hát ugye itt megint beszélhetnénk a társadalmi osztályokról is. Ugye ez egy régi terminológia, ez az osztály társadalom, de vannak olyan tudósok, akik ezt a mai napig használják, és szerintem egyébként ezt lehet is használni, mert igenis vannak alsó osztályok, középosztály, és van egy felső osztály, és ezek között nincs mobilitás, nincs átmenet. Ergo, ezek a csoportok különböző bűncselekményeket követnek. Tehát ez nem a pénzre vonatkozik? Nem csak a pénzre. Nem csak a pénzre vonatkozik, hanem a műveltségre vonatkozik, meg mindenre. Ez mennyit változott a rendszerváltozás óta? Hiszen óhatatlanul is ez egy kiemelt kérdés. Hát sokat. Sokat. Mondjuk én nem éltem sokat az előző rendszerben, akkor még óvodás voltam, lehet. Ugye azt szokták mondani, hogy az embernek nem kell tortába harapni ahhoz, hogy tudja, hogy édes. Világos. Sokat változott. Hát nyilván tudjuk azt, hogy van egy tehetősebb réteg, és van egy mély szegény réteg. Azelőtt pedig azért ennél kiegyenlítettebbek voltak a viszonyok, de hát nyilvánvalóan annak a rendszernek is megvoltak a súlyos hibái. Tehát itt is azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon összetett kérdés. Egyébként. Tehát a rendszerrel együtt változtak a motivumok is? Minden változott. Minden. A motivumok, a bűncselekmény típusok, és még egyszer mondom, ennek elsősorban pénzügyi okai vannak, tehát financiális okai vannak. Ebben a kötetben foglalkozol a szociológiai irányzatokkal, és azt hiszem, hogy ez is kiemelkedő jelentőségű, mert hogy a rendszerrel és az idővel ezek is változtak. Mert nyilván vannak alapvetések, amiket még annak idején megtanultunk, amik nem fognak változni. Nem. Hát ugye a szociológiai irányzatoknál most akkor kettőt kiemelek. Tehát például, ami nekem nagyon érdekes és izgalmas, az, hogy van egy olyan teória, ami arra vezeti vissza a bűnözést, hogy egy városon belül ki hol lakik. Most a szerző nevét nem akarom mondani, de ő neki az az elmélete, hogy aki külvárosban lakik, lakótelepen, az sokkal hajlamosabb bűncselekmények elkövetésére, mint az, aki mondjuk a belvárosban lakik. Mert mások a minták. De ugyanígy tudnám mondani, van egy olyan szerző, aki például azt mondja, hogy a bűnözési hajlam az a hivatásrenddel függ össze, tehát azzal a munkakörrel, amit én ellátok. És ezek azok a faktorok, amik meghatározzák az én magatartásomat a társadalmi együttélés során. Ezek nagyon érdekes témák, és mindegyikben van valamennyi igazság. Visszaemlékezek egyébként a gyerekkoromra. Ugye én is lakótelepen nőttem fel, de én ennek nagyon örülök. Belvárosi gyerek vagyok. És én ott ezeket láttam. És most leírtam.
Tehát én visszaemlékszek azokra az utcagyerekekre, azokra a fiúkra, lányokra, akiket én ott láttam. És az ő szokásaik, azok óvatatlanul visszaigazolják ezeket a téziseket, amikről itt írtam ebben a könyvben. Miként kapcsolódnak ehhez az elkövetők személyiségjegyei? Hiszen nyilván ebben is volt változás, és van is. Igen, van. Hát ugye megint oda tudnék visszakapcsolódni, hogy oktatás, szülő, pedagógus. Ez az a hármas reláció, ami ugye meghatározza a gyereknek a későbbi személyiségét. Azt szokták mondani egyébként, hogy egy gyereknek a személyiség az úgy 5 éves koráig kialakul, és utána már 1-2%-ot változik. Megint azt tudom mondani, hogyha az alapfokú oktatás rendben van, és ebben én megint csak személyesen érintett vagyok, mert anyukám pedagógus, akkor nagyjából a későbbiekben se lesz probléma. Tehát a pedagógusok vállán óriási felelősség van, és a szülőkén is természetesen. Egy dologról kell, hogy beszéljünk még, a hatalommal való, a hatalom általában. A hatalom ugye számunkra megfoghatatlan, a köznapi ember számára mindenképpen megfoghatatlan. Hogyan lehet vizsgálni a hatalommal való visszaélést, hogy bizonyos értelemben szociológiai és általában viselkedés szempontjából valaki hirtelen ér különböző föl vagy le helyzet, hogy ez mennyit változtat ezen? Hát igen, amire célzol, ez ugye ez a hirtelen ilyen társadalmi mobilitás fölfelé vagy lefelé, tehát hogy ugye valaki egyszer csak nagyon gazdag és befolyásos lesz, vagy fordítva nagyon szegény. Hát az az érdekes, hogy mind a kettő egy olyasfajta dezorganizációhoz vezet, egy olyan szabályozatlan állapothoz, ami megint csak növeli a bűncselekményeknek a számát. Tehát, hogyha egy társadalomban nagyon hirtelen és nagyon gyorsan történnek változások, vagyoni értelemben, vagy egzisztenciális értelemben, tehát kicserélődnek a vezetők és a vezetettek, akkor az megint egy olyan, hát nem azt mondom, hogy anarchikus állapothoz vezet, de mindenképpen egy olyan állapothoz vezet, hogy a bűncselekmények száma megugrik. Tehát ez megint csak nem egy egészséges folyamat. Ez mennyire vonatkozik például a mai Magyarországra? Ezt külön vizsgáljátok? Hát vizsgáltuk. Vagy fontos ezt vizsgálni? Vizsgáltuk. Kell vizsgálni, hogy ne, persze. Hát nézd, ugye mindenki tudja, hogy 4 évente politikai változás van rendszerint. Hát valamikor van, valamikor nincs, de teljesen mindegy. Amikor van, akkor érdekes módon statisztikailag kimutatható, hogy például bizonyos bűncselekményeknek a száma megnő. Mert egyszerűen valamilyen formában átalakul a politikai hatalom és az alsóbb társadalmi rétegeknek a viszonya. Ez óhatatlan. De mi nálunk egyébként Magyarországon azért ebből a szempontból stabilitás van, mert ugye mégiscsak van egy váltógazdálkodás, tehát egyszer ez az oldal van, aztán az az oldal, de teljesen más a helyzet például egy afrikai országban, vagy a Távol-Keleten, ugye, ahol folyamatosan változik minden, soha nem, de nincs általános értelemben létbiztonság, nincs jogállamiság, nem, nincsenek meg azok az alapelvek, amelyek összetartják a társadalmat, elrettentik az embert a bűncselekmények elkövetésétől. Ehhez a gondolatsorhoz tartoznak az emberi jogok is, az Abszolút. Emberi jogok vizsgálata? Igen, az is része a kriminológiának. Ugye mi az Európai Unió tagállamai vagyunk, tehát nálunk ez különösen hangsúlyos. Hogyha mi ezeket nem tartjuk be, lásd például visszavezetnénk a halálbüntetést Magyarországra, megjegyezném, hogyha most ebbe tartanának egy népszavazást, akkor az cson nélkül átmenne, igen. Nekem ez a véleményem, akkor minket kizárnának az Unióból, mert le van írva az Unió alapszerződésében, hogy tilos a halálbüntetés. Tehát nekünk ezzel nagyon vigyázni kell. Összességében hogy értékeled ezt a kötetet? Mennyit fog segíteni azoknak a fiataloknak, akik a jogot választották életpálya modellül? Szerintem ez nagyon jól sikerült ez a tankönyv, mert a lényeget írja le. És ugye az a lényege a felsőoktatás, tehát hangsúlyozom, hogy ez egy tankönyv. Ez azzal a célral íródott, hogy egy nagyon jól didaktikailag, nagyon jól felépített, könnyen tanulható olvasmányos könyv legyen, amit számon tudunk kérni. Tehát amiből tudnak vizsgázni. Aztán, hogyha valakit még pluszba érdekel az az adott tézis, vagy az adott teória, akkor utána fog olvasni. Tehát ez már tényleg csak az érdeklődésén múlik az illetőnek. Jó.
Még egy kérdés, hogy mire készülsz? Tehát nyilván egy könyv befejezésének a vége a következő kezdete bizonyos értelemben. Igen, hát most láttam neki a következőnek. Ez még kisebb gyakorlatilag a nyomlából. Most egy ügyvéd és közjegyző jog című könyvvel készülök, mert azt is tanítom az egyetemen, és szeretném, hogyha abban le lennének írva azok a dolgok, amelyeket egyébként én előadáson elmondok. Nagyon fontos az, hogy a hallgató előtt ott legyen a könyv materiális formában, és hogy abból húzza le, olvassa, tanulja meg. Én nem vagyok híve ennek a internetes világnak, hogy mindent letöltünk, kinyomtatunk, kell az a tankönyv. Legyen ott, az az egészséges. Egyetértek. És a zene? Hát azt csinálom, az egész más. Mikor láthatunk, hallhatunk legközelebb, és kivel? Hát ugye Tóth Verával folyamatosan játszok, most Balázs Fecóval van egy 40 állomásos turnénk, az egy 16 tagú zenekar, ott én vagyok a zenekarvezető, mindenhol leszünk az összes sportcsarnokban, Magyarországon, Egertől, Békés Csabáig, mindenhol, meg hát ugye Karácsony Jánossal is rendszeresen dolgozok. Hol leszünk legközelebb? Ja igen, március 26-án Pesten játszunk egy neves, hát talán mondhatom a címet, mondhatod, nem? Mondhatod, persze. Haris Parkban fogunk játszani, 26-án a Tóth Verával, és Dés László lesz a vendégünk, és a Nagy Utazást azt biztos, hogy el fogjuk játszani. Az egy pazar név. Igen. Hát Viktor, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, hiszen mindkettőben kiteljesedtél, úgyhogy az így van rendjén, így kerek a világ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Bérces Viktor volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!